az előző részben. Tiffany, vedd le a kabátodat és menj el. Kimit megrázta Tiffany távozása? A barátom volt. Tudom. És Barbie bent maradása. Ez még mindig itt van. De hamarosan felvidította őket. Ez az! Egy új kihívás. Ma mindannyian megfőztök egy klasszikus déli ételt. Néhányan. Nem tudom, hogy kell, de gyorsan rá kéne jönnöm. Küzdenek. Még nem csináltam puliszkát. Kimi? Senki sem tud ilyen puliszkát főzni. Elemében van. Hű. A legjobb. Az egészet megenném. Győzelemre vitte csapatát. Gratulálok. Igen! Végre jutalmat kaptunk. A vacsorán Ramsay séf Brian teljesítményét. Hal íze van. Viccelődünk? Nem. Nem díjazta. Hé, te bohóc, most viccelődj! Hadd lássam! És Robin? Nyers! Ez komoly! Nem szerzett jó pontokat. Küldjétek el! Ramsay séfnél. Mindenki! Kifelé! A piros konyhában. Kóstold meg! Sótlan. Ez fűszerezés! Barbie leszerepelt. Megint elszúrta. Barbie, menj haza! Kimi csalódást okozott. Nem délről jöttél? Kimi, ez odaégett! Saját magának. Az első, amit elszúrtam. Te! Kifelé! Szégyen! Mindkét csapat feladatot kap. Választhatok egy embert, aki elhagyja a pokol konyháját. Az egyik. Kimi. A másik. Robin. Robin védte magát. Még nem akarok elmenni, főnök. És működött, mert... Kimi. Vette le a kabátját, és az álma, hogy főszakács legyen a Gordon Ramsay Steakhouse-ban elhambadt. Patrick, Brianna, Barbie, Kimi, Clemenza, Don, Roshni, Royce, Brian, Robin, Dana, Guy, Justin, Devon, Tiffany, Christina, Chris, Daniel. Gordon Ramsay, a pokol konyhája. A folytatásban. Kifelé. Sajtos tészta és sült csirke, ugyan már? Robin nagyon közel került a kieséshez. A következő vacsorán is ugyanez lesz. Úgyhogy Robin, húzz innen! Azt hittem, hazamegyek. Tudom, milyen érzés, álltam már ott. Három dobásod van, és kiesel. Úgy érzem, nekem már nincs több. De hogy kapaszkodhatok vissza egy olyan vacsora után, mint a mai? Négyen vannak, mi hárman. Akkor is megcsináljuk, a kevesebb ember néha többet ér. Három. Teszek rá, rohadtul nem érdekel, akkor is sikerülni fog. Egy három személyes csapat eleve gáz. De ha Barbie is ott van, jesszus. Jobb lenne csak Krisztinával. Kezdjük! Új nap a pokol konyháján. Mindkét csapat reméli, hogy elfelejtheti a tegnapi vacsorát. Ez nagy meccs lesz. Fekete kabátot akarok. Gyerünk! Húzzunk bele! Jó reggelt! Jó reggelt! Ezen a próbán nem csak a főzési tudományotokat, hanem a kommunikációs készséget is mérjük. Csapatként 30 percetek van arra, hogy főzzetek nekem három remek fogást az állandó menüből. A feladat. Csak egy ember tartózkodhat egyszerre a konyhában. Ha bementek a konyhába, főztök 5 percig. Ha letelt az idő, a következő séf megy be. Van 15 másodpercetek, hogy beszéljetek. És a második ember ott folytatja a főzést, ahol az előző abba hagyta. A legfinomabb ételt készítő csapat nyeri a próbát. Nem lesz nehéz. Olyan lesz, hogy pá. Nálad ez van, nálam ez van, ez sül a sütőben, az sül a sütőben, vedd ki, tedd be, tarattattá. Oké. Justin és Dana, gyertek velem a konyhába. Gyerünk.
A mai kommunikációs próbán mindkét csapat elkészít három fogást az állandó pokolkonyhája menüből. Három remek fogás. Első a risotto, második a bárány, harmadik a tőkehal. Oké. Oké? 30 perc. Az első 5 perc. Most indul. Gyerünk! Ramsay séf azért választotta ezt a három fogást, mert különböző módon kell elkészíteni őket. Gyerünk, Justin! Fontos, hogy az első ember mindent előkészítsen és eltervezze, hogy mivel kezdje a főzést. Jó vagy, Dana? Az első mindenképp a bárány kell legyen. A tőkehalat nem tart sokáig elkészíteni, körülbelül 8 percig. Így tudom, hogy a bárányjal kell kezdenem. Gyerünk, Dana! 3 perc letelt, 2 van hátra. Gyerünk! Mindent elő akartam készíteni Clemencának. Basszus! Aztán rájöttem, hogy a risotto nyers. 45 másodperc! Basszus! Kinyitottam és odakészítettem, hogy a következő ember azonnal neki láthasson. 5, 4, 3, 2, 1... Clemenza, Krisztina, gyerünk! A séfeknek csak 15 másodpercük van arra, hogy beszéljenek a társaikkal arról. A bárány a sütőben, most tettem be, a szósz készül. Mit főzzek? Mondom. Hogy mi az, ami készül? Halat és risottót. És mi van még hátra? A risotto még nyers. Oké. Hogy minden fogás elkészüljön a megadott időn belül. Ott vannak a köretek. Kifelé! Nem fejeztem be. Kifelé! Gyorsabbnak kell lennie. Sokkal gyorsabbnak. Clemenza elcseszi az időt a köténnyel, nem az a fontos. Egy rakéta kéne a fenekébe, hogy kicsit felgyorsuljon. Gyerünk, Clemenza! Igen, főnök! Basszus! Dana igazán szólhatott volna, hogy a risotto nyers. Újra kell kezdenem a risottót, mert legalább 15-20 perc kell majd neki. 2,5 perc eltelt, gyerünk! Még nem kezdte el a risottót. Meg kell főzni a risottót, ha-ho! Ne bordáskelt főz, hanem egy rohadt risottót! 3, 2, 1, gyerünk! Még 20 perc maradt, egy rövid egyeztetés Clemencával. Főzd meg a risottót, az az első, nyers! Jó, és Krisztina? A risotto nem jó, feltettem főni. Oké. Barbie és Brian munkához látnak, hogy felszámolják a káoszt a konyhában. A rizs nem tette fel, a szósz sem. Nem tudom, mit művelt. Risotto fent van. 15 másodperc van hátra. 15 másodperc. 4, 3, 2, 1. Gyerünk, csere! Ez a negyedik kör a kommunikációs próbán, és mi alatt Dana megpróbál kiigazodni. Robin nekilát a tőkehalnak. Az első odaégett. Forró volt a serpenyő. Odaégett? Igen, forró volt. Persze, forró volt. Odaégett. Gyerünk, Robin! Nem aggódom, meg lesz! Nyugodt vagyok, mert Justin a következő. Aztán én jövök. Úgyhogy lesz 10 percünk arra, hogy megoldjuk, bármi is vár minket bent. Dana, mit keresel? Ez az, megvan. Gyerünk, Dana, meg lesz! Gyerünk! Dana össze-vissza rohangál a konyhában, mint aki megőrült. Nincs a helyzet magaslatán, ez elég zavaró. 3, 2, 1, csere! Húzd, Justin! 2 kör és 10 perc maradt hátra. A risotto fő, és megpróbáltam minden köretet feltenni. Nagyon fontos a kommunikáció. A risotto mindjárt kész. Jó. Mi van még? Csak ennyi, ott a köret. Robinnal nem lehet kommunikálni. Kifelé! Úgy voltam vele, hogy bemegyek és egyedül kitalálom. A risottónak odaégett az alja. Dana túlforrósította a serpenyőt. Gyerünk, Krisztina! Feldühít, hogy nem vagyunk egy kicsit szervezettebbek. Utolsó 2 perc. Gyerünk, Justin! Igen, főnök. A bárány nyers volt, betettem sülni. A hal is nyers volt, azt is betettem sülni. 45 másodperc. Bárány. Totál káosz. Gyerünk, Justin! Most jön a hal. Krisztina kivette a halat a sütőből, mielőtt kész lett volna. 3, 2, 1. Csere, gyorsan! Ez az utolsó kör, az utolsó esély a séfeknek. Ott a köret! Oké. Gyorsan megbeszélik a teendőket társaikkal. Hal a sütőben, bárány a sütőben, itt van a köret. Justin, mi van? Mi a jó fenét zagyváltál, haver? Ott a hal és ott a köret. Kifelé! Nem tudom, mit mondott. Ne szórakozz velem! Lejárt az idő, a séfeknek be kell fejezniük és tálalniuk kell a fogásokat. Clemenza, Barbie, tálaljatok!
Fokhagyma, fokhagyma. Elő kell vennem a tányérokat, fel kell szeletelnem a húst, meg kell találnom a köreteket. Egyik itt, másik ott. Nagy zűrzavar az egész. Total káosz. Tálalnod kell, tálalj már. Clemenza nem tálal elég gyorsan. Azt hiszem, itt már nincs mit tenni. Gyerünk, gyerünk. 30 másodperc! Gyerünk, Barbie! Nehéz csak ott állni és nézni ezt. Kezd már tálalni! Tedd ki a rizottót, gyerünk! 5, 4, 3, 2, 1, állj! Fizikailag és mentálisan is kifáradtam. Nagyon nehéz. A főzés végeztével Ramsay séf eldönti, hogy a két csapat közül melyik készítette el jobban a pokol konyhája menüjéről származó fogásokat. Lássuk, risotto. Jó ég. Ti most szórakoztok velem? Focilabdára emlékeztető trutymó. Frisbee-re emlékeztető trutymó. Megspékelve pár levéllel. Kóstold meg. Ramsay séf biztos azért kóstoltatja meg velünk, mert annyira finom. Füstíze van, mert odaégett. Kemény. Azonnal fel kellett volna tennünk a risottót, de nem tettem. Justin is elfelejtette, de megesik az ilyen. Pontot. Senki nem kap. Vicceltek vele? Mindkét csapat gyengén szerepelt az első körben. Második, tőkehal. Ramsay séf jobb folytatásban reménykedik a tőkehallal. Mi hiányzik? Egy kis fűszer. Nem már, Clemenza. Kár, hogy ő volt az utolsó. Nyers. Krisztina elcseszte. Nem vagyok meglepve. Nem kaptok pontot, szégyen. Egyelőre egyik csapat sem kap pontot ezen a nehéz próbán. 0-0. Hűha. Az utolsó fogás, a bárány eldönti a kérdést. A bárány jól néz ki, rajta van a szósz. Ez meg lesz, gyerekek. Meg lesz. Basszus. Fúj. Elcsesztük. A szósz gusztustalan. Mint valami moslék. Rémes. Oké, ez nekünk jól jöhet. A mi bárányunk tökéletes lett. Piros csapat. Felvágtam a bárányt. Felvágtad vagy megrágtad? Barbie, mit műveltél ezzel a bárányjal? Egy rohadt kanállal trancsíroztad szét. Fúj. Nagyon csalódott vagyok. Arra számítottam, hogy ez a kihívás sokkal jobban fog menni. Ez az első eset a pokol konyhájában. Hogy én, Gordon Ramsay, nem tudok győztest választani. Piros csapat, kék csapat, veszítettetek. Az egyik csapatra egy csodás nap várt volna. Helikopterrel mentetek volna Malibura. A strandon töltöttétek volna a délutánt. A pokol konyhája 10. évada bevonul a történelembe. De csak azért vonul be, mert bénák vagyunk. Takarítani fogtok az étterem bejáratát. Utána pedig az autókat kell kitakarítani. A legfontosabb, hogy ma este kinyitom a pokol konyháját. Igen, főnök. Tudjátok miért? Hogy bizonyítsatok. Szükségetek van erre, és jól kell sikerülnie. Mert ha nem, nem várok a vacsora végéig, hogy megszabaduljak a selejttől. Basszus. Indulás. Gyerünk. A főnök haragszik, és tudjátok mit? Joggal. Mindannyian szégyelhetnénk magunkat most. Gyerünk, Clemenza. Hello. Hello, James. Ez az autó vitt volna a magánstrandra ma. Hű. A fenébe. Állati jó lett volna elhúzni Malibura ebben a piros kocsiban, heverészni a strandon. Iszogatni, lazulni a medence mellett. Ha nyertünk volna, ott lehetnénk. De ezt felejtsétek el, mert pillanatnyilag vesztésre álltok, úgyhogy takarításra fel. Jól van, gyerünk, emberek! Igen. 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 Igen! Ez az első alkalom, hogy mindkét csapat büntetésben van. Csukjátok be az ajtót, lemosom! Kezdjük belül. Robin belehúz.
Akkor csukjátok be az ajtót. A kék csapat azt kívánja, bár Robin még piros lenne. Clemenza, csuk be az ajtót! Adj egy percet! Nem! Robin megkergült, mindenkinek parancsolgat. Tedd a vödröt a két kocsi közé, máshol kell lennie. Csináld ezt, csináld azt. Térd már magadhoz. Ne koszoljatok. Fogd be. De tényleg, fogd már be. Ne önts le ezzel a vacakkal. Ma tökéletes strandidő van. Nem akarok a pokol konyháján dolgozni. Porszívózás előtt seperjétek le. Mossátok le az ablakokat is, mert nem igazán ragyognak. Hosszú nap volt, de biztos visszakapaszkodunk a csúcsra a mai próba után. Szép munka! És sikeres esténk lesz. Köszi, James. Jó volt. A hosszú nap után Ramsay séf azt reméli, hogy a mai próba ellenére a vacsora jobban sikerül majd. Szörnyen indult a nap. Hadd mondjam el, átkozottul kínos volt. Ma este nagyon jól kell sikerülnie a vacsorának. Össze kell szednetek magatokat. Ösztönzésképpen hoztam egy fogást. Te szent szar! Mi van benne? Különleges. Próbáljatok rájönni, hogy mi az. Menta. Nem menta. Akkor torta? Na, mi lehet? Nos, egy fekete kabát. Istenem, jó ég! A fekete kabát nagyon-nagyon fontos nekem. Amióta itt vagyok, ez a legszebb dolog, amit egy fedő alatt láttam. A fekete kabátért fogtok főzni. Ha van olyan alkalom, amikor tényleg a legjobbat kell nyújtanotok, akkor az a mai este. Érthető? Igen, főnök! James! Igen, főnök? Nyissuk ki a pokolkonyháját! Igen, főnök! Ma fontos vacsorára készülnek a pokolkonyháján. A szép estére. Csak 7 séf maradt. Készen álltok? Igen. 6 fekete kabát vár rájuk. Gyerünk, úgy izgulok. A séfek ki vannak éhezve a küzdelemre. Gyerünk! Sikerülni fog. Megcsinálod, Krisztina. Rendelés. Kösz, James. Gyerünk. Gondoljatok a fekete kabátra. 2 homár spagetti, 2 adag fésűkagyló. Igen, főnök. Igen, főnök. Gyerünk. Gyerünk. Kezdem a fésűkagylót. Mennyi? Clemenza, mennyi? Hallani akarom. 7 perc a spagetti. Válaszolj. Igen, főnök. Nehéz este lesz, de nem akarok erre gondolni, csak főzök. Ma állati jó leszek. 2 perc múlva kész. Kész a spagetti! Menj! Clemenza! Gyorsan! 2 spagetti! Mehet. Clemenza és Justin jó voltából a kék csapat jól halad, és a kék oldalon ülő vendégek megkapják az előételt. Nagyon finom. Isteni! A piros konyhában. Kész az első rendelés. Köret a pulton. 2 risotto megy. Gyerünk! Krisztina arra vár, hogy Ramsay séf jóvá hagyja az első rizottóját. Remek. Mehet. Gyönyörű lett, köszönöm. Krisztina, tökéletes a rizottó, de túl sok. Értem, akkor visszaviszem. Igen, nézd meg, túl sok. Lassíts. Igen, főnök, meg lesz. A főnök azt mondta, hogy jó lett a rizottó, de túl sokat csináltam. Nem baj, egy kis botlás még nem nagy ügy, de utána menni kell tovább. Gyerünk! Krisztina, ne merészeld! Oké. Okay. Ne merd! Oké. Okay. Ne keverd össze a régit a frisssel! Nem akartam kidobni. Jó, értem, főnök. Csak egy kérdés, az már kész. A másik nyers. Mi fog történni? Jogos, főnök. Nem lesz jó, Krisztina! Igen, főnök. Nem értem, mi ütött belém, hogy összekevertem a rizottókat. Ez olyankor lehet, amikor az ember a saját konyhájában főz, és nem Ramsay séf elvárásai szerint a pokol konyhájában. Remek, viheted. Ú, basszus, ezt majdnem elszúrtam. Mialatt Krisztina elhárította a veszélyt, a piros oldalon ülő vendégek élvezik az előételt. Fenséges. A kék konyhában. Gyorsan, Clemenza. Igen.
Ramsey Shave szemmel tartja Justint és Clemencát, hogy az előételek készítése továbbra is simán menjen. 22-es asztal, 5 risotto, 1 adag fésű kagyló. Igen, főnök. Clemencának 5 risottót kell készítenie, az túl sok egy embernek. Szólj, ha segítsek. Nem kell. 5. 5 risottót kell készítened, akkor húz bele. Mennyi a risotto? Még 3 perc. Siess! Igen, főnök. Mindenhol risotto készül, mintha az olaszok megszállták volna a konyhát. 5 risotto érkezik! Á, hagyjad, Scott, nem egy serpenyőben vannak, és különböző színűek. Ez most komoly? Mindenki ide! Basszus! Rahat színváltós risotto! Egy világos risotto, egy sötét és egy a kettő között? Ha egy asztalhoz visszük ki a risottókat, mit teszünk? Mit teszünk? Egy serpenyőt használunk. Hangosabban! Egy serpenyőt! Mondd el! Egy serpenyőt! Mondd el! Igen! Egy serpenyőt! Mondd el! Igen! Egy serpenyőt! Igen! Egy serpenyőt! Egy serpenyőt! Egy serpenyőt! Egy serpenyőt! Gyerünk! Igen, főnök, már is újra kezdem! Koncentrálj a nyomorult risottóra! Igen, főnök! Miközben Clemenza újra nekilát az 5 adag risottónak egyetlen serpenyőben. A piros konyhában Barbie... Kell segítség? Nem! Eltökélte, hogy segít Krisztinának az előételben. Tényleg ne segítse? Tényleg. De Krisztina... Ég! Megoldom. Nem kér belőle. Barbie, hagyd dolgozni, nem kell a segítséged. Világos. Levettem, majdnem odaégett. 3 risotto. Újra kezdtem. Hagyj! Bocs. Megkérnélek, hogy ne lihegj a fülembe. Újra kezdtem. Láttam. Krisztina folyton azt mondta, megvan, megvan. Oda akarsz égetni még egyet? Jöhet, főnök. Én csak segíteni akartam. Gyerünk, gyorsan! Megvan? Igen, kész van. Ó, te jó ég. Krisztina! Mi ez? Mi a franc ez? Mindenki ide! Nézzétek ezt, nézzétek! Mi ez? Halljam! Túl kevés. Nem! Csak szénné égetted! Figyelmetlen vagy! Igen, főnök. Felajánlottam, hogy segítek neki, de Krisztina tőlem nem akarja elfogadni. De már rájöttem, ha túl büszke vagy, akkor nem fogsz messzire jutni ebben a versenyben. Bocs, lányok, csak kezd újra. Megy a risotto. Krisztina, finom a risotto. Kösz, főnök. Mehet a 26-os asztalra. Miután Krisztina összekapta magát, az előételek a piros oldalon ülő vendégek elé kerülnek. Köszönöm. Nagyon finom. Főétel, 4 Wellington, 2 sügér. Igen, főnök. Gyerünk. A piros csapat elkezdi a főételt. 2 sügér, 2 Wellington. Közben a kék konyhában Clemenza. Tökéletes risotto, főnök. Mehet. Végre elkészült a risottóval, és most a figyelem Brianre hárul a hús részlegen, amint a kék csapat nekilát a főételnek. New York steak. Köret. Brian, New York steak. Köretet. Oké, már is jövök, főnök. Mögötted, főnök. Mit művelnek? Ez még nyers. Nincs kész. Mindenki ide! Asszus! Egy rakás rémálom! Még nyers. Igen, eltaláltad. Piszok nyers, és úgy néz ki, mintha kiskanállal trancsíroztad volna szét. Van még, Brian? Én hülye. Tudom, hogy az vagy. Mennyi még? 5 perc, főnök. 2 New York kell. Robin, gyere. Igen. Mit keres ott az a sok hideg étel? Leveszem. Pakolj le mindent. Brian, kezd összeomlani. Ő és Clemenza is. Úgy érzem, hogy az egész kék csapat süllyed. Tedd a szószt a sütőbe. Meg lesz. Mondtam már, meg lesz. Majd a fenekemen melegítem, főnök. 2 Wellington, 2 New York. Mennyi? 4 perc. Megvan a köret? Igen, kész. A sütőbe tette? Kész van a spenót. Robin, mi a franc van a sütőben? Azt mondták, tegyen be. Ki mondta? A csapatom, azt mondták, tegyem a sütőbe. Mi van? Ezt mondták. Mi? Tehát szerinted mi a jobb? Betenni a rohadt köretet a sütőbe, vagy inkább frissen elkészíteni? Frissen! Állj! Ki mondta, hogy tegye a köretet a sütőbe? Ti voltatok, ne járassatok le! Ez nem igaz. Én nem mondtam. Ne hazudj! Nem mondtuk, nem ezt mondtuk. Azt mondtátok, tegyem be! Azt mondtam, hogy tedd be a szószt.
Ritkán veszítem el a türelmemet, de ne nevezz hazugnak, és ne merészelj rossz színben feltüntetni. Vállald a felelősséget azért, amit tettél. Betetted a spenótot a sütőbe. Nem ezt mondtuk? Jól van, koncentráljatok, hozzuk rendbe! A piros csapatnál minden másképp van! És az kit érdekel? Rosszul csináljátok! Akkor menj vissza! Jól van, elég! Azt mondta, tegyem a sütőbe! Nem igaz! Ne hazudj! Elég! Gyerünk! Justin! Gyorsan! 2,5 perc, 3 New York, 2 Wellington, 1 sügér! Gyerünk! Figyelj, hozom a halat, vigyétek a sügért és a köretet a kiadóra, és a 2 New Yorkot! Oké, most vágom fel! Hallod, Robin? Igen, készítem a spenótot, srácok! Végre! Nem túl nehéz, te idióta! Gyerünk gyorsan, ne adjátok fel, srácok! Gyerünk, siess! Mondtam, hogy készítem! Megy a sügér! Jön a New York mögötted! Szemét árulok! Forró, főnök! Gyerünk gyorsan, hozzátok azt a köretet! Ez nem jó! Szürke, száraz! Gyorsan! Justin, gyere ide! Ő friss New York steaket készít, mert te elcseszted az előző asztalt, és felmelegíted a sügért? Ez vicces? Nem, csak dühös vagyok. Nem vicces. Justin, te seggfej! Szórakozol velünk, ez óriási. Justin, csak ennyit tudsz? Csak ennyit tudsz? Nem, főnök, nem. Tehát mi alatt főztél? Mi alatt főztél? Nem voltál képes feltenni 2 friss sügért? Nem gondolkodtam, sajnálom. Meg kell sütnöm. Mi a francot művelek? Ez nagy hiba volt. Mindenki nézzen rám! Ébredjetek fel! Ébredjetek fel! Nem adjuk fel! Bocs, főnök! Igen, főnök! Amíg a kék oldalon a vendégek a vacsorára várnak. 1 óra eltelt. Igen, sokáig tart. Én még adok 15 percet. Menjünk máshova. Ez szép, mehet. Tudod, hova kell? Jó étvágyat. A piros oldalon ülőknek. Jó étvágyat. Jó élményben van részük. Jó étvágyat. Köszönjük. Fejezzük be. A lányok teljes gőzzel mennek előre. Megyek a pulthoz. És hamarosan a finishbe érnek. 4 Wellington. Szép munka. Hűha, mehet. Barbie, tökéletes lett a Wellington. Nagyon szép. Szép munka. 3 sügér, 1 Wellington. Igen, főnök. Igen, főnök. Utolsó rendelés. Mennyi? 3 perc. Nekem 4 kell. Megvárod? Várok. Jó. Gyerünk! Dana! Sokkal egyszerűbb egy serpenyőben megsütni a 3 sügért, mint 3 serpenyőben. Igen, főnök. Okos lány vagy, de nem tudod használni a józan eszedet. Komolyan nem értelek. Főnök, megy ez nekem. Nem kell a segítséged. Jobban tudsz dolgozni egy serpenyőben. Igen, főnök. Ugyanazt csinálja, amit én eddig, azzal a különbséggel, hogy egy nagyobb serpenyőben van a hal, és nem 3 kicsiben. Majd meglátod, hogy mi a különbség a kettő között. Igen, főnök. De hát ez tök ugyanaz, főnök. Gyerünk. 3 Wellington mögötted. Köszönöm, lányok. Mehet. Ez az, csak a desszert maradt. Mi alatt a pirosak a sikeres vacsorát ünneplik. Szép volt! A kék konyhában nincs buli hangulat. Gyerünk! A francba! Gyerünk, Brian! Elcsesztem! Basszus, ennek vége! 3 New York, 2 Wellington, 1 sügér! 3 perc! Igyekezz, gyerünk! Igen, főnök! Ez még mindig az első asztal. Szeretnék végre túl lenni ezen a rendelésen. Minden rosszul sült el. Gyerünk, Brian, szólj, ha kész vagy, rendben. Megy a sügér, felvágom a New Yorkot. Gyorsan, megsült! Nyers, basszus! Ne, ne! Több idő kell. 2 percen belül jön a hús. Hé, még nincs kész. Nincs kész. Még mindig nem jó. Ez komoly. Gyagyások! A rohadt életbe! Ennyi. Menjünk. Vége. Gyerünk. Látjátok ezt? Elmennek. Te jó ég. Gyorsan! Hol a Wellington? Oké, jön a Wellington. A fenébe, túlsütött Wellington. Komolyan meg fogok őrülni. Túlsütött Wellington! Szórakoztok velem?
Komolyan, srácok, vicc az egész! Na már! Gyere ide! Te átkozott bohóc, elegem van belőled! Gyere! Barbie! Igen, főnök! Gyere ide, azonnal! Gyorsan! Gyere! Mutasd meg neki, hogy kell! Nem megy neki, állj be! Igen, főnök, meg lesz! Siess, Barbie! Basszus! Nagyon dühös vagyok, ez valami vicc! Csessze meg! De jó ég! Egy ilyen fontos estén Barbie veszi át a részlegemet, hogy befejezze a vacsorát. 7 perc! Ah, mintha kiheréltek volna. Nem teheted az összes húst a tepsire! Szerintem Barbie élvezi, ez tuti. Basszus! Nyugi, Brian! Nem fog menni! Bírd ki! Nem megy, kirúgtak! A köret a Wellingtonhoz hogy áll? Megy a köret, Barbie! Jön a Wellington! Tökéletes, mehet! Szép volt! A francba! Szent ég! Mehet! Barbie megmenti a kék csapatot. Kapunk enni? Hihetetlen! A hálás vendégek a kék oldalon végre kapnak vacsorát. Mehet! 3 New York, 2 Wellington! Hozom! Kösz, Barbie! Olyan büszke voltam, amikor a főnök engem választott, hogy vegyem át a húsrészleget a kék konyhában. Gyerünk, köszönöm. Tudod, hova megy? Köszönjük! Szép munka, Barbie! Kösz, főnök! Szép volt! Kösz, Barbie! Végre eszünk! Éjjel! Éjjel! Lányok, sorakozó! Igen, főnök! Ünneplés jön! Éjjel, gyere, Barbie! Jövök! Először is szép munka. Köszönöm. Nem csak egyedül. Csapatként is kiválóan dolgoztatok. Remek volt. Nincs is jobb módja az ünneplésnek, mint felvenni a fekete kabátot. Te jó ég! Köszönjük! Kösz, főnök! Gratulálok! Jesszus! Fekete kabátunk van! Végre! Most már tagjai vagytok az elit csapatnak! Gratulálok! Csirió! Csirió! Kösz, főnök! Szép munka, lányok! Nem tudom elhinni, hogy nekik van 3 fekete kabátjuk, és mi semmit se kaptunk. A piros csapatban kéne lennem. Először is. Ez kínos volt. A mai este a bizonyításról szólt. Meg is történt. De nem itt, hanem ott. Szép munka volt, lányok. Most el kell döntenetek, hogy 4-5 közül ki az a 2 ember, aki nem érdemli meg a fekete kabátot. Szerintem egyik őtök sem. Kifelé. Ne szórakozzatok. Ma rossz napja volt a kék csapatnak. Lebőgtünk. A fekete kabát miatt nagy volt a feszültség. Én kezdem, gyors leszek. Justin, hazug vagy. Ez nagyon csúnya lesz, és elég gyors. Válasszunk ki 2 embert. Azt hiszem, megérdemlem a fekete kabátot. Nem hagyom, hogy akadályozzanak a fiúk. Jobb, ha vigyáztok, mert nagyon rossz személlyel kezdtek ki. Nem személyeskedésből mondom, de ő megérdemli. Ő is, és én is. De személyeskedés volt, számítottam rá. Nem. Már vártam. Hé. Ne te mondd meg, hogy mit gondoljak, világos? Ne te döntsd el, hogy milyen mondat hagyjál a számat. Oké. Én nem hazudok. Jól van. Nem értek egyet. Nem vagy jobb séf nálam. Nála vagy nála. Jól van. Ez nem személyeskedés, csak az igazság. Megérdemlem a fekete kabátot. Kidolgoztam a belemet is. Nem igaz. Nem tudsz főzni. Nem tudsz főzni. De igenis tudok főzni. Az óvodában érzem magam, ha Robinnal beszélek. Felemeli a kezét, másokat vádol. Semmiért sem vállalja a felelősséget. Kire szavazol? Rátok! Rám is, Justinra! Remek, kösz, és most kussolj! Clemenza, kit jelölsz? Első Brian, második Robin. Justinra nem szavazok, tehát Clemenza. Clemenza. Akkor szoros a verseny, kettőnk közt. Nem megyek sehová, azt már nem. Robin biztos kint fog állni, de én nem érdemlem meg, hogy ott álljak. Nem szavazok magamra.
Sok sikert! Clemenza! Igen, főnök? Ki az első jelölt a csapatból és miért? Az első Robin. Robin? Igen, főnök. Miért? Úgy éreztük, hogy négyünk közül ő volt a leggyengébb láncszem a verseny alatt. Második? Én és Brian. Nem tudtunk dönteni kettőnk közül. Ez van. Várjatok. Azt kértem, hogy egy valamiben egyezzetek meg. De ez döntetlen. Igen, főnök. Tehát megbuktatok a ma esti vacsorán. És még erre sem vagytok képesek? Jól van, mind a négyen lépjetek előre. Hihetetlen, erre az egyszerű feladatra sem vagytok képesek. Robin, miért érdemled meg a fekete kabátot? Van bennem szenvedély, és keményen tudok küzdeni. Ma este vissza kellett vágnunk, és bebizonyítottam, hogy megérdemlem a kabátot. Brian, megérdemlem, hogy itt legyek főnök, tudom. Érzem a szívemben és a lelkemben. Tudom, hogy mire vagyok képes, és megérdemlem a fekete kabátot. Biztos vagyok benne. Clemenza, miért érdemled meg a fekete kabátot? Csapatjátékos vagyok, 100%-ot nyújtottam, bár sokat hibáztam, de tanultam belőle. Túltettem magam rajta. Justin, megérdemlem a fekete kabátot, mert még nem voltam ilyen fegyelmezett. Olyan szintekre jutottam el, mint még soha. És mindig keményen küzdöttem. Nem könnyű. A döntésem. Clemenza, vedd le a kabátodat. Justin, vedd le a kabátodat. Add ide. Feketét kaptok, de nem szívesen adom. Köszönök! Nem a mai este alapján kapjátok, világos? Hanem az eddigi teljesítményetek alapján. Igen, főnök. Álljatok vissza. Köszönök! Oké, Brian és Robin, vegyétek le a kabátotokat. Gyerünk, csak egy kabát maradt. Az eddigi legnehezebb döntés. Robin. Igen, főnök. Számodra a verseny folytatódik. Vedd fel. Istenem. Brian, köszönöm. Kösz, főnök. Köszönöm. Viszlát, haver. Sok sikert. Sok sikert. Szia, Brian. Megdöbbentem, hogy haza kell mennem. Hat ember maradt. Azt hittem, hogy innen csak felfelé vezet az út. Azt gondoltam, hogy nyerhetek. Komolyan azt hittem. Szörnyű érzés, hogy olyan közel voltam hozzá, és végül mégis elveszett minden. Robin! Igen, főnök? Semmilyen körülmények között ne hagyd, hogy megbánjam ezt a döntésemet. Nem, főnök, nem fogod megbánni. Kifelé! Igen, főnök! Köszönjük, főnök! Azoknak, akik azt hitték, hogy nem fog sikerülni, üzenem, hogy csesszék meg. Már csak 5 embert kell legyőznöm, hogy én lehessek a főszakács. 18 emberrel indult a verseny. 5 ember semmi. Legyőzöm őket, és a csúcsra jutok. Jó érzés viselni a kabátot. Arnold Schwarzeneggernek érzem magam. Mindenre képes vagyok, jöhet bármi. Briannak sok energiája van, és vicces pasas. De a mai teljesítménye után nem nevettem. Ezért kellett elhagynia a pokol konyháját. A következő részben... Fekete kabátunk van! A séfek örülnek a fekete kabátnak. Őrület! De Remzi séf... Ma este... Lerángatja őket a földre. Egy másik csapat ellen versenyeztek. És vajon ki van? Tehetséges séfek. A másik csapatban. Ma este hazamész. Micsoda szemét! Remélem rosszul teljesít majd. És este, amikor az izgalom a tetőfokára hál... Csak szeretnék hallani tőletek egy normális választ. Túl sokan vannak, segítettem. Igen, túl sokan vannak. Viszlát, Robin!
Összedől minden. Tiszta idióta vagy, hogy a francba tudtok mindketten olyan ételt főzni, ami nincs rajta a szaros rendelésen? Az egyikük célkeresztbe kerül. Eltoltad. Hát ez rohadt jó. Jön. Nem sütöttem fésűkagylót. De igen, semmit sem tudsz. Ne beszélj így velem. Egy izgalmas este. Csezd meg. Gátlások nélküli. Rohadjatok meg. Viták. Ez a mi házunk. Isten hozott, gyere be. A következő részben. Ha még egyszer kiabálsz velem, kidoblak innen. Ezt akarod? Basszus.